eladhatatlan üres lakások. A KSH kis népszámlálásának adatai szerint 24 ezer lakatlan ingatlan van megyénkben, főként a falvakban. Ingyenes gyermekétkeztetés. A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést. Elkezdődött a turisztikai szezon. A tapasztalatok szerint a magyarok többsége Európán belüli úti célt választ. Tavaly például a bulgáriai és a görögországi üdülőhelyek voltak a legnépszerűbbek. Sok az üres és eladhatatlan lakás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, derül ki a mikrocenzusból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A KSH kis népszámlálásának adatai szerint 24 ezer lakatlan ingatlan van megyénkben, főként a falvakban. A népességfogyás, a kis településeken az elöregedés és az elvándorlás miatt üresedik el a vidék. Csökkent a lakásállomány, növekedés csak a Dunától nyugatra eső részeken tapasztalható, áll a KSH-s adatokban. A mikrocenzusban a lakásállományra vonatkozó kérdéskörből kiderült, hogy egy erős elvándorlás figyelhető meg a falvakból és a kisebb városokból is. Több mint 500 000 lakóingatlan áll üresen Magyarországon. Erről 35 perc című műsorunkban szóltunk tegnap. Budapesten 107 ezer, megyei jogú városokban 99 ezer, a többi városban 163 ezer és a kis településeken 182 ezer lakatlan ingatlant találni. Amikor nem lakott lakásról beszélünk egyébként, amelyeknek a száma azért jelentősen növekedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 19 ezerről egy 24 ezerre, és országosan is, miközben a lakásállomány csökken, egyre több a nem lakott lakás, azért az egy összetett fogalom, mert a nem lakott lakásokba beletartoznak az üres lakások, beletartoznak azok a lakások is, amelyet irodai célra, üzletek alapítására, és beletartoznak azok a lakások is, amelyeket csak életvitelszerűen, idényszerűen használunk. Az ingatlan értékesítés a csúcson jár, de a valós képhez hozzátartozik az is, hogy vannak szinte eladhatatlan ingatlanok. Jelentős az árkülönbség egy városi és egy falusi családi ház között. Ezt ebben a nyíregyházi ingatlan irodában is alátámasztják. Azt mondják, egyre többen a nagyobb városokba szeretnének költözni, emiatt a kisvárosokban és a falvakban nem csak a tulajdonosoknak, hanem az értékesítőknek is nehéz dolguk van. A nyíregyháza agglomerációban található településeken jelentős mérték forgalomképesebbek, mint 20-30 kilométer vagy ettől távolabbi térségben, és a házak minősége igazából tehát nagy különbséget nem mutat. Árban szeretném érzékeltetni a különbséget, hogy míg Nyíregyházán egy normál felszereltségű családi ház 120 négyzetméterrel, egy 10 éves amerikai stílusú ház városon belül elhelyezkedéstől függően 20 millió forinttól indul, 25-30, akár 40 millió forint is lehet kedveltebb lakóvezeti zónában. Addig egy hasonló műszaki paraméterekkel és felszereltséggel rendelkező családi házat, akár Nyírtelken, vagy Nagycserkeszen, vagy Nyírpazonyban jóval 20 millió forint alatt meg lehet vásárolni, 16-18 millió forintért. A közművesítés és a felszereltsége is számít a lakásoknak. A mikrocenzusban arra is kitértek, hogy a kisfalvakban, Borsodabolcs-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a legtöbb elhanyagolt állapotú ingatlan. Gázszivárgás miatt teljes szélességében lezárták a 41-es főutat Beregsuránynál csütörtök kora délután, emiatt a Beregsurány és Asztély közötti magyar-ukrán határállomás közúton nem volt megközelíthető, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. A tájékoztatás szerint a 41-es főúttól 600 méterre munkagép döntött ki egy gázcsonkot. A tarpai önkéntes és a Vásáros-Naményi önkormányzati tűzoltók az elvágott gázcsövet elszorították, és biztosították a helyszínt a gázművek szakembereinek kiérkezéséig. A környékről senkit nem kellett kimenekíteni, és személyi sérülés sem történt. A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést, tájékoztatta televíziónkat a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly elmondta, jövőre minden eddiginél nagyobb összeget, 79 milliárd forintot biztosítanak az ingyenes gyermekétkeztetésre.
Minden iskolai szünetben így most a nyári vakáció alkalmával is meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetben élő családok gyermekei. Országszerte több mint 200 ezer gyermek részesülhet napi egyszeri ingyenes étkeztetésben. Az egyik legfontosabb fejlesztés az a tanév során biztosított intézményes gyerekétkeztetés rendkívüli kibővítése volt. Gondoljunk arra, hogy 6 éves fiatalabb gyerekek esetében, óvodában, bölcsődében szinte mindenki, 80-90% a gyerekeknek ma már ingyen, teljesen ingyen étkezik. A másik fontos fejlesztés pedig az volt, ez 2016, a tavalyi év, hogy a nyári gyerekétkeztetést jelentősen kibővítettük. Ma már nem önkormányzatok szabadon választható feladata, hanem kötelező feladata, és nem csak a nyáron, hanem mind a 4 szülidőben gondoskodni kell erről. Ez a 2 intézkedés együtt azt eredményezte, hogy a 2010-es 29 milliárd forintról jövőre már 79 milliárd forintra nő a gyerekétkeztetésre szánt összeg. Az ingyenes étkeztetés lehetősége a szünidőre szól, ami az iskolákban pénteken megkezdődik, az óvodákban, bölcsődékben pedig településenként és intézményenként is változhat. Annak érdekében, hogy már a szünet elejétől tudjon élni a gyermek ezzel a lehetőséggel, érdemes ezekben a napokban beadni a kérelmet a helyi jegyzőhöz. Elkezdődött az idei turisztikai szezon. A tapasztalatok szerint a magyarok többsége Európán belüli úti célt választ. Tavaly például a bulgáriai és a görögországi üdülőhelyek voltak a legnépszerűbbek. Az előfoglalások alapján idén ismét bekerült a legnépszerűbb úti célok közé Törökország, Egyiptom és a tunéziai térség is. Bulgáriát és annak látványosságait bemutató videó az egyik videó megosztó portálon. A Fekete-tenger mellett fekvő ország az utóbbi években az egyik legnépszerűbb üdülőhelyé vált a magyaroknál is. A mediterrán típusú úti célokat sok magyar szereti. Bulgária mellett továbbra is népszerű és látogatott a görög szigetvilág. A magyarok többsége itt többnyire önellátó apartmanokban száll meg, de sokan próbálják ki a jóval drágább all-inclusive szállodákat is. Az egyik nyíregyházi utazási iroda utazás szervezője szerint idén nagyon sokan kötötték le nyári nyaralásukat már a téli hónapokban. A legnépszerűbb helyeken így jelenleg már nincs foglalható szabad hely. Idén elmondható, hogy nagyon jó volt az előfoglalás. Tehát január-februárban az utasok kezdik kihasználni, hogy ilyenkor az utazás szervező irodák 10-20, de akár 30%-os kedvezménnyel árusítják az útjaikat, értékesítik az utakat, és ezért ilyenkor rengetegen foglalnak. Az előfoglalás alkalmával elmondható, hogy már akkor is erősödött tavalyhoz képest Törökország, újra bekerült az úti célok közé Egyiptom, illetve a tunéziai térség is megint az utasok körében eléggé kedvelt lesz. Továbbra is idén elmondható, hogy a görög szigetek azok majdhogy nem viszik a pálmát, de olyan egzotikusabb, idézőjelesen egzotikusabb úti célok is vannak Európán belül, például a Kanári-szigetek Madeira, ahova idén elég nagy számú utas fog eljutni a nyári szezon alkalmával. A tapasztalatok szerint tavaly óta mind a belföldi, mind pedig a külföldi utazások drágultak, a legnépszerűbb helyek pedig már az előfoglalási szezonban teljesen megteltek. A szakember szerint érdemes időt fordítani a megfelelő szálláshely kiválasztására, a tartózkodási idő és az utazás megtervezésére is. Jellemzően az egy hét, ami legtöbb esetben foglalható, repülős utak esetében ugye ez standard is. Egy-két olyan úti cél van, ahol 10-11 éjszakás turnusokat is tudnak foglalni az utasaink. A buszos utak azok általában ugye buszos utazással együtt 10 napos turnusok lesznek. Ilyenből is azért elég szép számmal akad, ugyanígy egy házindulással is foglalható például a görög részek, illetve akár Bulgária. A Nyíregyházára érkező turistákat továbbra is az állatpark és az élményfürdő vonzza a legjobban. A szakemberek szerint idén kiváló szezont zárhatnak ezek a látványosságok. Kezdődik június végén a főszezon, és ilyenkor megérkeznek a külföldi vendégek hosszabb nyaralásokra. Tehát a vendégészaka számok nagy részét a külföldiek tekintetében ilyenkor produkáljuk. Szerintem ez ugyanígy várható az egész megyében, tehát elsősorban nagyobb fürdőhelyeken, hiszen ezek nagyon népszerűek a román, szlovák, illetve a lengyel turisták körébe. A megyében ugye több új turisztikai attrakció is nyílt. Gondolom, hogy ezeknek is szépen fog alakulni a vendégszáma, és akkor
akkor itt ugye nem csak a vendégészakát eltöltőkre gondolkodunk, hanem a belépőjegyet vásárlókra, a látogató létszámokra, tehát gondolom a Nyíregyházi Állatpark és a fürdő is nagyszerű szezont fog zárni. A várakozások szerint a vendégforgalmat nagyban növelheti a jövő tavaszra elkészülő új 122 szobás, 4 csillagos szálloda is Nyíregyháza Sóstúgyógyfürdőn. Csökkenti bruttó 2 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. A gázolaj ára nem változik. A csökkentéssel a benzin átlagára 339 forintra csökken, a gázolajé 335 forint marad. Legutóbb e héten szerdán változott az üzemanyagok ára, a 95-ös benzin átlagára 3 forinttal 341 forintra, a gázolajé 4 forinttal 335 forintra mérséklődött. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Kanyarodó sávokat alakítanak ki és szélesítik a sávokat Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontjánál. A beruházásról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Balkán nyerte a labdarúgó megyei kupa döntőt. A magyar kupában legtovább jutó csapatok számára kiért mérkőzésen Mirgai László együttese a Nyíregyházi Városi Stadionban 0-0-ás félidő után 4-0-ra verte a Baktalóránt házát. 2 érmet szereztek az NVSC kardvívói a budapesti gyermekkorcsoportos országos bajnokságon. A Szántó Dávid Vargazalán Balc Dávid összetételű csapat a második helyen végzett, egyéniben pedig Balc Dávid a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Kanyarodó sávokat alakítanak ki és szélesítik a sávokat Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontjánál. A 36-os számú főút belterületi szakasza újul meg, a Mező utca, a Bethlen Gábor utca és a Vasgyár utcai csomópontot mintegy 730 millió forintból fejlesztik. A kivitelezőnek holnap adják át a munkaterületet, így a beruházás évvégére el is készülhet. A nyugati elkerülő újabb szakaszának megépítése és a Tiszavasvári út melletti ipari park fejlődése egyre nagyobb forgalmat okoz itt, a Mező utca, a Bethlen Gábor utca és a Vasgyár utcai csomópontnál is. A 36-os számú főút belterületi szakasza jelentősen túlterhelt, ezért fejlesztik majd a csomópontot. A beruházáshoz elengedhetetlen előkészületi munkálatok már befejeződtek, több fát is kivágtak már a területnél. Az előkészület már régóta kezdődött, hiszen ennek a csomópontnak az átépítéséhez komoly területszerzési feladataink is voltak. A Mező út, a Tiszavasvári út sarkán, hogy ezt az ingatlant kisajátítottuk, le is bontottuk, elő van készítve, de az Eko-tól, a Lidl-től is vásároltunk területet, és tulajdonképpen a közmű átépítések itt egy ilyen csomóponttal mindig nagy feladatot jelentenek. Mindenkivel tárgyaltunk, mindent előkészítettünk, annak érdekében, hogy karácsonyig ez az út meg is épülhessen. A megyeszékhely polgármestere a csomópont fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatón hozzátette, a reggeli, valamint a délutáni közlekedési dugók, valamint a forgalomszámlálási adatok alapján is szükséges a fejlesztés a Mező utcánál. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szóvivője elmondta, a fejlesztés hazai forrásból valósul meg. Közel 730 millió forint értékben valósul meg, és a fejlesztésnek a lényege, hogy a Mező utcai csomópontnak az átteresztő képessége javuljon, és ennek érdekében a kereszteződésben kanyarodó sávokat alakítunk ki, illetve sávszélesítésre is sor kerül. A következő hetekben, hónapokban a fejlesztés miatt fennakadások lehetnek a Mező utca, a Bethlen Gábor utca és a Vasgyár utcai csomópontnál, de a tervek szerint évvégére már gördülékenyebb, gyorsabb lesz a közlekedés Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontjánál. A Balkán nyerte a labdarúgó megyei kupa döntőt. A magyar kupában legtovább jutó csapatok számára kiért mérkőzésen Mirgai László együttese a Nyíregyházi Városi Stadionban 0-0-ás félidő után 4-0-ra verte a Baktalóránt házát. Az MLS megyei igazgatósága az elmúlt évben rendezte meg először a magyar kupa megyei döntőjét, amelyet a Rakamaz nyert a Sényű ellen.
Ebben az évben már két elődöntőt is játszottak a csapatok, a fináléban pedig a két győztes, a Balkány és a Bakta Lóránd háza találkozott. Szerda este a Nyíregyházi Városi Stadionban rendezett mérkőzésen az első félidőben nem született gól, a második játékrészben viszont Somogyi kétszer is betalált a baktai kapuba, mellette Kálai és Bogdanovics is eredményes volt, így a Balkány 4-0-ás győzelemmel ünnepelhette kupa sikerét. Az első félidőben nagyon jól játszott a Bakta, tehát az első fél időben akár ők is vezethettek volna, aztán a másodikban én úgy gondolom, hogy már azért föléjük nőttünk, erőbe is, játékba is, és hát a gólok számába is, hát azt gondolom, hogy ez a 4-0, ez reális a második fél idő alapján. A Bakta Lóránd háza edzője szerint, mivel játékosai már nem edzenek, a második fél időben kiütközött a két csapat közötti erőnlétbeli különbség. Úgy gondolom, hogy nem játszottunk egy rossz meccset, az első félidőben jóval több lehetőséget dolgoztunk ki, ott meg kellett volna önünk legalább vagy egy-két lehetőséget, akkor másképp alakultott volna ez a mérkőzés. Második félidőben azért vártam azt, hogy kicsit el fogunk fáradni, sajnos nem voltak minőségi cserénk, hogy tudjunk frissíteni, ott felőrölt bennünket a Balkán is teljesen megérdemelten nyert. A megyei első osztályban 28 találattal gólkirályi címet szerző Bogdanovics Igor a kupadöntőben is betalált az ellenfél kapujába. A csapatkapitány szerint szinte tökéletes szezon zárt a Balkány. Nagyon egység volt ez a csapat, több dolog is volt benne, ami sikerült úgy egyesség, vagy egybe ki tudna teljesítmény kivenni belőlünk a csapatba. Egyszer minden ember, aki focizik ebbe a csapatba, jó játékos, más dolog, minden egyes ember jó ember. Ezen kívül vannak a szurkolók, ezen kívül vannak a klubvezetők, városvezetők, aki mögöttünk áll. Hát egyszerű van az életben egy ilyen, hogy egy ilyen mozaik úgy áll, hogy ezer dologból áll egy komoly történet, egy komoly vár, és ez mind együtt összeszedjünk, összeasztunk, úgy jött ki, hogy Balkán megnyerte minden, ami lehetett ebben az évben. A kupadöntővel a pályán véget ért a megyei futballszezon. Hivatalosan pénteken a megyeházán a hagyományos díjátadó ünnepséggel zárul majd a 2016-2017-es bajnoki évad. Két érmet szereztek az NVSC kardvívói a budapesti gyermekkorcsoportos országos bajnokságon. A Szántó Dávid Vargazalán Balc Dávid összetételű csapata a második helyen végzett. Egyéniben pedig Balc Dávid a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Budapesten az UTE vívó termében rendezték meg a gyermekkorcsoportos, azaz 2004-ben vagy utána született kardozók országos bajnokságát. Az NVSC szakágát két lány és három fiú képviselte. A lányok egyéni versenyében Nyíri Villő az ötödik, Halász Panna pedig a 36. helyen végzett. A fiúknál hárman indultak az egyéni versenyben, közülük ketten bejutottak a 8-as döntőbe, ahol egy ötödik és egy harmadik helyezést szereztek az NVSC fiataljai. Hatalmas mezőnyre számítottunk, ez be is jött, mert 102-en indultak el az országos bajnokságon, a 2004-ben születettek között, és tőlünk ugye a Balc Dávid, Szántó Dávid és a Vargazalán indultak el. A Szántó Dávid még 2005-ös, tehát egy évvel fiatalabb, elindultak, nagyon jól teljesítették a kört, gyakorlatilag veretlenek voltak, és a direktkieséses táblán egyenesen meneteltek be a legjobb 8 közé, kivéve a Szántó Dávidot, de hát a sors fintora Szántó Dávidot az Vargazalán verte meg a táblán, úgyhogy két nyíregyházi között az egyik sajnos búcsúzott. Ők viszont ketten bejutottak a 8 közé, ahol a Balc Dávid ugye a 4 között bronzérmet nyert, Vargazalán pedig egy előkelő 5. helyen végzett. A bajnokság második napján a csapatversenyt rendezték meg. A lányoknál nem indult a nyíregyházi együttes, a fiúk viszont egészen a döntőig verekedték magukat, és végül ezüstéremmel zárták a bajnokságot Pákei Béla tanítványai. 18 csapat indult, ez rekord létszám, ilyen sok csapat még nem indult országos bajnokságon soha. Mi a második helyen voltunk kiemelve, mert az egyéni eredmények alapján ugye rangsorolták a csapatokat. Először megvertük a Gödöllőt, utána a Török Bálintot, aztán a TFS-e következett az elődöntőből a döntőbe jutásért. Őket is legyőztük, és a BVSC, aki a favoritnak számít, gyakorlatilag csak tőlük kaptunk ki, és így ezüstélemmel zártak. A fiúk nagyon ügyesek voltak, gratulálok nekik szívből. Az egyéniben 5. helyen végző Varga Zalánban sem a mutatott produkció, sem az eredmények miatt nem maradt hiányérzet. Az egyéni helyezéssel teljes mértékben elégedett vagyok, az 5. hely úgy gondolom, hogy szép eredmény. Csapatban meg másodikak lettünk, annak is nagyon örülök, és szerintem jól vívtunk. Fokozatosan haladtunk előre, először könnyű asszonyink voltak, aztán egyre nehezebb, és a döntőben ugye kikaptunk, és az volt a legnehezebb asszó. A korosztály felső határánál fiatalabb Szántó Dávid örült a csapatban elért ezüstéremnek, az egyéni szerepléssel azonban nem volt elégedett az apácai diákja. A csapatverseny az
Hát szerintem az volt inkább jó. A egyénit azt én nem tartom túl jónak, mert a 16-ban ott kellett volna lennem igazából. Mikor kezdtél el vívni, és minek a hatására? Én 2012-ben kezdtem el vívni, ugye amikor Szilágyi Áron megnyerte Londonban az olimpiát, és hát ennek hatására. A fiatal vívók számára ezzel befejeződött a tavaszi versenyidőszak, de közülük többen már a jövő hét elejétől napközis edzőtáborban csiszolják tovább tudásukat, ősszel pedig következnek az újabb versenyek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Sok az üres és eladhatatlan lakás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, derül ki a mikrocenzusból. A KSH kis népszámlálásának adatai szerint 24 ezer lakatlan ingatlan van megyénkben, főként a falvakban. A népességfogyás, a kis településeken az előregedés és az elvándorlás miatt üresedik el a vidék. A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést, tájékoztatta televíziónkat a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly elmondta, jövőre minden eddiginél nagyobb összeget, 79 milliárd forintot biztosítanak az ingyenes gyermekétkeztetésre. Elkezdődött az idei turisztikai szezon. A tapasztalatok szerint a magyarok többsége Európán belüli úti célt választ. Tavaly például a bulgáriai és a görögországi üdülőhelyek voltak a legnépszerűbbek. Az előfoglalások alapján idén ismét bekerült a legnépszerűbb úti célok közé Törökország, Egyiptom és a tunéziai térség is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 15-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Pénteken egy gyors mozgású hideg front vonul át felettünk, változékonyabb, szeles időnk lesz záporokkal, zivatarokkal. Az éjjel eleinte időnként megnövekszik a felhőzet, majd derült idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Holnap napközben átmenetileg megnövekszik a felhőzet, majd felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül időnként megerősödik. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton a hazánk felett átvonult hidegfront nyomában szárazabb, de továbbra is hideg levegő érkezik fölénk. Emiatt felhő átvonulások zavarják a napsütést, futó zápor, zivatar is lehet. Szeles, kellemetlen, hűvös időnk lesz. Vasárnaptól csendesedik az idő, emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, a jövő hét elején visszatér a kánikula. Szerdán azonban újabb hidegfront hoz ismét változékony időt, párfokos lehűlést.